kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Istennek, a mi atyánknak és az Úr Jézusnak a megismerésére. Amen. Sok szeretettel köszöntöm testvéreket, néhányunkat itt a templomban, és reméljük sokakat, vagy egyre többeket a képernyő előtt. Isten még a szívemre helyezte köszöntésül a tegnapi napi igéből az utolsó verset. Az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt a templomban. Úgy gondolom, hogy a nagy hétnek ez az egyik legfontosabb cselekedete. Könyörüljön rajtunk az Urunk, hogy így tudjuk tenni minden egyes alkalmával most a nekünk készített alkalmakon. Énekeljük el kezdésként a 475. dicséretnek az első versét. 475. dicséret első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Hirdetem szeretettel a testvéreknek, hogy holnap is várunk mindenkit az előkészítő alkalomra, és nagypénteken és húsvét, vasárnap és hétfőn 10 órakor pedig az úrvacsorás istentiszteletre. Mindegyik alkalmat később is visszanézhetjük videón, kivéve az úrvacsora részét, amit csak akkor tudunk együtt eltölteni, ha az élő közvetítéses alkalmon vagyunk együtt. Folytassuk tovább Isten dicséretét, énekeljük az első Zsoltárnak az első és a második versét. Az első Zsoltár első és második versét.
hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, olyan sokféle szenvedésről hallunk ezekben a napokban, és olyan sokszor megrendülünk, mert közel érezzük magunkhoz azt a betegséget, azt a járványt, amely miatt sokan szenvednek most a világon. Urunk, olyan távolinak érezzük gyakran a te szenvedésedet. Bocsásd meg mi nekünk, hogy olyan könnyen elfeledkezünk arról, hogy te a mi betegségeinket hordoztad, hogy a mi vétkeinkért kaptál sebeket. A te szenvedésed, az a szenvedés, amelyen igazán gondolkoznunk érdemes, hogy helyén lássuk a saját szenvedéseinket, és hogy imádkozni, könyörögni tudjunk azokért, akik körülöttünk szenvednek. A te szenvedésed fényében értjük meg igazán mindazt, ami az életünkben történik. Arról énekeltünk, Urunk, hogy az a boldog ember, aki nem a bűnösök útján jár, és meg kell, hogy valljuk, hogy a mi útaink nem az igazság útai. Sokféle bűnben jártunk, talán a mai napon is föl tudnánk sorolni számosat. Sokféle bűnben járunk nap mint nap, és talán egy részét észre se vesszük, föl sem ismerjük, csak ha a te szent lelked világossá teszi előttünk. Nem abban van a mi reménységünk, hogy mi igazak vagyunk, és az igazak útján járunk. Abban van a mi reménységünk, Urunk, hogy te még akkor is, amikor a mi bűneink büntetése rád omlott, akkor is az igazak útján jártál. Te vagy az igaz, és mi bűnösök vagyunk. Szeretnénk most a te igazságodba belekapaszkodni. Beszélj velünk a te dolgaidról, arról a szenvedésről, amit te megéltél, arról a tisztaságról, amelyet láthattak a tieid, és kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, s vedd el a mi bűneinket. Kérünk, hogy készíts minket az ünnepre, a mi szabadulásunk, a mi üdvösségünk ünnepére, és töltsd meg a mi szívünket annak az örömével, hogy a te szenvedésedben felismerhetjük a mi meggyógyulásunkat, felismerhetjük a te halálodban a mi örök életünket. A te szent lelked munkájáért könyörgünk, tegye élővé a te ígédet a mi szívünkben. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján ma és holnap is halljuk majd az Isten nekünk szóló üzenetét, Jézus Krisztus szenvedéseiről szóló üzenetét, Lukács evangéliuma 18. részéből olvasom, ahogyan Jézus maga beszélt arról, ami ő rá várt a halálát megelőző napon, ezt mondta: azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk: íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az ember fiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, és a már elhangzott igéből a 32. verset szeretném újra kiemelni. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják,
meggyalázzák és leköpik. Kedves testvérek, együtt lehetünk így is az online térben, és mi néhányan itt a templom térben, és hallgathatjuk azt az igét, amivel Isten minket meg akar szólítani, és az előkészítő alkalmainknak azt a címet adtuk, hogy amit Jézusnak mi adtunk, és amit Jézus adott nekünk. És ezzel kapcsolatban a mai alkalommal azt látjuk, hogy mi emberek gúnyt és gyalázatot adtunk, gyalázást adtunk a mi Urunknak. És ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék felmutatni, három olyan dolog, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára olyan dolog lehet, olyan üzenetté válhat, amit érdemes átgondolni és a szívünkre venni. Az első dolog az az, hogy miből érdemes megtisztulni, a másik, hogy mi az, amit érdemes újra megismerni, vagy felismerni, vagy megerősödni abban, hogy kicsoda is Jézus számunkra, és kicsoda is a mi Urunk. És a harmadik pedig, hogy hogyan tudunk erőt meríteni az ő példájából, és abból, hogy ő kicsoda. Az első tehát, hogy miből érdemes megtisztulnunk. Isten igéje azt láttatja velünk, hogy, és Jézus ezt mondja, hogy amikor ő bevonul Jeruzsálembe, és amikor ott lesz, akkor őt kigúnyolják, és meggyalázzák. Azt gondolnánk, hogy ő egy királyként bevonul, és azt mondják, hogy mindenki örömmel élteti, és méltatja. Méltatja őt úgy, mint igazi király, mint aki a megprófétált, az előre a beteljesedő proféciáknak az alanya. De nem ezt látjuk. Igénk azt mondja, hogy őt kigúnyolják és meggyalázzák. És kicsit utána néztem, hogy mit is jelent az, hogy ha valaki gúnyol vagy gyaláz. Úgyhogy az értelmező kézi szótár segítségét hívtam, és azt mondja a gúnyra, hogy a gúny az nem más, mint egy lekicsinlő ítélet. Egy személy, csoport, dolog, jelenség nevetségessé tétele, és leértékelése azáltal, hogy rossz tulajdonságaira irányítjuk a figyelmet. És a meggyalázni szó, az pedig azt jelenti, hogy valakinek a méltóságát a porba tiporják, gúnyos szavakkal leértékelik a személyt, a csoportot, a dolgot, becsületet sértő, durva szavakkal szív mások előtt, hibát, vétket felnagyítva, éles szavakkal híresztel, alaptalanul vagy túlzóan rosszat mond róla, hogy jó hírét rontsa, becsületét kisebbítse. Mennyire érdekes, hogy mind a két meghatározás ugyanarra vezethető vissza. Mind a kettő ugyanarról beszél. Arról, és azt fejezi ki mind a kettő dolog, hogy én, aki gúnyolok, én, aki gyalázok, kifejezem, hogy én fölötted állok. Kifejezem, hogy én több vagyok, mint te. Kifejezem azt, hogy én nekem jogom van a te életedben megtenni azt, amit egyébként nem lenne jogom. Följogosítom magam olyan dolgokra, amikre alapvetően nem lenne egyébként jogom. Az emberek mi önféltésből, önimádatból erre vagyunk hajlandósak, hogy gúnyoljuk a másikat, hogy meggyalázzuk őt. És ezt látjuk magunkban is, de mindenhol. Ha valaki ügyesebb, valaki jobb, szebb, erősebb, hatalmasabb, képzettebb, akkor valahonnan onnan a legmélyünkből elindul belőlünk egy olyan érzés, ami letagadhatatlan érzés, ami azt mondatja velünk, hogy én több akarok lenni, mint ő. Engem zavar, hogy ő ilyen jó. Engem zavar, hogy ő ilyen tehetséges. Zavar, hogy ilyen jól tud beszélni, vagy ilyen jól tud hallgatni. És
ilyenkor sajnos emberi természetünkből fakadóan nem tudunk más tenni, mint kifakad belőlünk az a gúny, az a mondat, lehet, hogy nem is mondjuk ki, de megfogalmazódik bennünk, hogy mert te jobb vagy, mert te ügyes vagy. Láttalak ám múltkor, hogy hogy viselkedtél, hogy mit csináltál. Nem vagy te olyan ügyes, mint ahogy gondolnád. És amikor mi emberek között így éljük meg a kapcsolatainkat, és ilyen dolgok fakadnak föl belőlünk, akkor nem csoda, hogy amikor Isten fia itt van az emberek között, és bemutatja Isten szintiszta igazságát, szintiszta jóságát, akkor az emberek ezt nem tudják elviselni. Elviselhetetlen számunkra az, hogyha nem mi vagyunk az Istenek. Elviselhetetlen számunkra az, hogyha valaki több, mint mi. És rettenetes, hogy ez az ige is ezt fejezi ki, hogy ez az Isten ellenes lázadás milyen mélyen bennünk van. Rettentő mélyen meghatároz minket, embereket ez a lázadás. Nem tudunk tenni ellene. Fölfakad belőlünk. És nem kell csodálkoznunk, hogy ezt olvassuk. Sokszor elgondolkodunk azon, hogy én biztos nem tettem volna. De biztos tettem volna. Bizonyosan megfogalmazódott volna, ha a számon nem, de a gondolataimban mindenképpen. Ilyen mélyen vagyunk mi, ami Isten ellenességünkkel. És ezt föl kell fednünk újra és újra. Hogy zavar minket nagyon sokszor az, amikor Isten megmutatja az akaratát. Zavarba ejt, gúnyt és Isten gyalázást indít el bennünk, amikor ő aktívan valamilyen szinten bele akar szólni az életünkben, feszítez minket. És mielőtt azt gondolnánk, hogy ez csak ennyiről szól, hogy amikor Isten, ő a maga személyében jön, és valamit aktívan tesz az életünkben, ez vált ki bennünk ilyen érzéseket, akkor jobb, ha látjuk azt, és az igénk is beszél erről, hogy nem csak az alkotót lehet gyalázni, hanem az alkotó alkotását is lehet gyalázni. És amikor azt gyalázom, az ugyanúgy gyalázat. Ugyanúgy Isten gyalázom azzal. Egy konkrét eset, 2 Mózes 21.17-ben ezt a parancsot adja, és ezt mondja Isten, aki apját vagy anyját gyalázza, halállal lakoljon. Aki nem fogadja el azokat, akiket Isten az ő gondviselésére oda tett. Azt mondja Isten, hogy halállal lakoljon. Micsoda mélységes büntetés. És ha körülnézünk most a világunkban, azt látjuk, hogy mindenki gyalázza az anyját legalábbis. Vagy a másikét. Vagy a harmadikét. Ez egy gyalázatos dolog. És Isten nem engedi meg, hogy én gyalázzam azt, amit ő alkotott. Nem csak arról van szó, hogy Jézust magát gyalázom-e vagy nem, hanem arról is szól, hogy amit ő teremtett, amit ő tett. Mert amikor látjuk ezt, akkor azt látjuk, hogy mindez annak ellenére történik, és amellett történik, hogy Jézus mennyi csodát tett, mennyi mindent megalkotott, mennyi minden életet váltott meg, és mennyi életet hozott helyre. És ennek ellenére, emellett teszi ezt az ember. Az első tehát, és ezen érdemes elgondolkodnunk, hogy mivel gyalázzuk mi Istent. Lehet, hogy direkt módon, de lehet, hogy indirekt módon. És tesszük azt, amit nem kellene tennünk. Mert a második részben azt látjuk, hogy van valaki,
akit gyaláznak, akit gúnyolnak, megvetnek, és ezt eltűri, és elhordozza. És ha most belegondolunk, hogy amikor minket próbált valaki sárba döngölni, és gyalázni, milyen érzés volt? Még akkor is, amikor azt láttuk, hogy igaza van. Mert nagyon sokszor ténylegesen gyalázatos dolgokat teszünk, és hozzánk magunkhoz méltatlan dolgokat teszünk. És amikor valaki megállapítja, akkor annyira át tudja hatni az életünket, hogy tényleg ezt a hibát elkövettük. És magunkat is ostorozzuk, és rettentően fáj, amikor valaki egy gúnyos megjegyzést fűz a saját hibánkhoz. És mi is azt mondjuk, hogy igen, így van, de rettentő mélyen fáj. És belegondoltunk-e már abba, hogy ténylegesen, amikor jogosan valaki gúnyos megjegyzést tesz nekünk, mennyire fáj, milyen érzés, amikor jogtalanul teszi ezt? Amikor valaki jogtalanul ítél el bennünket. Rettentően fájdalmas. És az még fájdalmasabb, amit még Jobb könyvében is olvasunk, hogy amúgy is fáj, amúgy is nehéz az élet, és még oda jön valaki, és még rátesz egy lapáttal. És Jézusnál ugyanezt látjuk, amikor ott függ a kereszten, és a halál tusáját vívő, és valaki oda bigyezti neki, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ki vagy te? Hogy képzeled, hogy itt bejelentkezel, mint messiás, és közben a saját életedet nem tudod megmenteni és megtartani? És ebben a fájdalmas pillanatban olyan jó lenne, hogyha egy kristályként, vagy egy gyémánt darabként úgy kiviláglana előttünk az a hatalmas szeretet, ami Jézus Krisztusban benne volt. Az a szeretet, ami maga vállaira, szívébe engedi ezt a fájdalmat. Azért, hogy minket, akik gyaláztuk őt, minket megmentsen a gyalázatunktól. Mekkora szeretet van Jézusban, micsoda erős szeretet, micsoda hatalmas szeretet. Az a szeretet, ami elhordozza a mi bűneink következményét, amiről a próféta megjövendölte, hogy a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a bűneink miatt törték őt össze. Testvérek, Jézus mindezeket értünk szenvedte el, és mi próbáljuk elkerülni azokat a helyzeteket, amikor jogtalanul szenvedünk. És az igazságérzetünk arra ösztönöz minket, hogy azonnal visszavágjunk. És amikor valami méltatlan dolog ér minket, akkor bebizonyítsuk, hogy nem, mi méltók vagyunk. És odaszúrunk, odabigyeztünk, vagy így, vagy úgy, de Jézus csendben tűri. Csendben tűri azt, ami rá van mérve. Azért, mert ő tudja, hogy ő küldetésben van, neki feladata van. Van az isteni akarat, ami nem attól függ, hogy valaki méltat, vagy méltatlankodik, hanem attól függ, hogy megteszem, vagy nem teszem meg. Engedelmes vagyok, vagy nem vagyok engedelmes. Jézus vállalta, értem, ezt a gyalázatot. És olyan jó lenne átgondolni, hogy mi mindent vállalt értünk Jézus. És ezt szeretetből tette. Azért, hogy mi megmeneküljünk. Azért, hogy mi megszabadulhassunk. Mert dönthetett volna máshogy is. Jézus mondhatta volna azt, hogy én ezt nem viselem el. És én ezt nem fogom tovább elviselni és elhordozni. És azt mondhatta volna, hogy távozzatok innen is. Azt mondhatta volna, hogy mindenki vesszen el, és elragadtathatta volna magát, és engedhetett volna az érzéseinek.
de ő ezt mégsem tette. Értünk. Értem, érted, aki most ezt az alkalmat követed. Olyan jó lenne ezen úgy igazán mélyen elcsendesedni az otthonainkban, a csendességeinkben. Hogy Jézus hogyan tűri és hogyan viseli ezt a gúnyt. Mert Jézus pontosan tudja, hogy az ő méltóságát nem a mások fogják meghatározni. Nem a körülötte levő emberek fogják meghatározni, hanem az ő méltósága az ő isteni voltában van, és ezt senki nem csorbíthatja. És mi az, amit ebből a példából, az ő életének a példájából tanulunk? Mi az az erő, amit tudunk ebből meríteni, ami Jézus alatt történik? Az első dolog, hogy erőt meríthetünk arra, hogy Isten dicsőítsük. Sokan mondják, hogy nem tudom Isten dicsőíteni. Most úgy nem tudom őt magasztalni, és nem tudom azt mondani, hogy milyen csodálatos vagy, és milyen nagy a te szereteted. Amikor egy-egy ilyen történettel szembesít minket Isten igéje, akkor fölfakadhat belőlünk, hogy Uram, köszönöm. Uram, köszönöm, hogy ezt értem, megtetted, hogy vállaltad. Hogy vállaltad azt a gyalázatos dolgot, amit én tettem, és amit én teszek meg olyan sokszor. Köszönöm, Jézus, dicsőítelek téged a te istenségedért, azért, hogy a te méltóságod nem emberektől függ. Nem attól függ, hogy valaki belekapaszkodhat-e és gúnyolhatja, vagy gyalázhatja. Uram, dicsőítelek téged, és gondolkodjunk el, hogy mi mindenért dicsőíthetjük őt. Az ő szeretete, az ő hatalmas szeretetéért dicsőíthetjük. Hogy ilyen csodálatos tervet vitt véghez, és vállalta a nehezét. Mert azt olvassuk, és azt mondjuk minden egyes alkalommal, amikor elmondjuk a hitvallásunkat, hogy Jézus szenvedett Poncius Pilátus alatt. Az ő élete így nyilatkozik róla a hitvallásunk is, és így valljuk, hogy szenvedés volt. Annak az elhordozása, hogy látja az ember istentelenségét. Látja az embernek ezt a lázadó hozzáállását Istenhez. Ez rettentően fájdalmas, és mégis szeretettel viszonyul az emberhez. Olyan jó lenne, hogy dicsőíteni ezért. És jó lenne, hogyha megtelnénk mi is ezzel, az ő dicsőítésével. Tehát először is erőt meríthetünk az ő dicsőítésére. És tegyük ezt meg. Ne legyünk restek dicsőíteni őt és magasztalni. Mert akkor a mi tekintetünk is rászegeződik, és az fölemel minket. A másodszor erőt meríthetünk arra, hogy a mi gyalázatos dolgainkkal fölvegyük a harcot. Sokan azt mondják, hogy amikor a bűneinkkel harcolunk, akkor az a legnagyobb erőt, amikor meglátjuk, hogy valaki mennyire nagy szeretetet tanúsított irántunk. Amikor meglátjuk, hogy valaki ezt a harcot végigharcolta azért, hogy én szabad lehessek, akkor igenis, érte, az ő szeretetéért fölveszem a harcot én is. És nem akarok tartogatni semmit. Amikor valakivel egy nagyon jó kapcsolatunk van, egy szeretetteljes kapcsolatunk, és látjuk azt, hogy milyen áldozatokat hoz meg értünk, akkor erre fakad belőlünk automatikusan az, hogy meg akarom hálálni neki. És nem akarok úgy élni, mint előtte. Szeretném, hogy lássa, hogy igen, én még inkább oda akarom tenni magam ebben a kapcsolatban. Erőt ad Jézus szeretete minden egyes lépésben a bűn elleni harcunkban. Olyan jó lenne, hogyha ténylegesen ebből az erőből mennénk, nem a saját erőnkből, hanem hozzá kötnénk magunkat
Jézus szeretetéhez is, és vele együtt harcolnánk a bűneinknek meg az életünknek a harcait. Tehát másodszor erőt meríthetünk a bűneinkkel való harcban, és ezek az előkészítő alkalmak is erre adnak lehetőséget, hogy kicsit önmagunkban nézzünk, kicsit fölvegyünk egy lajstromot, és engedjük, hogy Jézus szépen harcoljon bennünk a bűneinkkel szemben. Harmadszor, mi az, amiben erőt ad? Erőt ad arra, hogy amikor minket gyaláznak, akár a hitünkért, vagy gúnyosan megjegyzéseket tesznek ránk, akár mint keresztény emberek, de akár úgy, mint hétköznapi emberek, és értékelik és mérlegelik az életünket, és elmondják, hogy ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg amolyan vagyok, akkor ez erőt tud nekem adni, hogy nem az én méltóságom, az nem önmagamban van, hanem azt én Istentől kaptam. És olyan jó megismerni és megerősödni abban, hogy igen, hogyha Jézust gyalázták, és üldözték, és megütötték, és megkorbácsolták, akkor én is gondolhatok úgy magamra, hogy ha az én mesteremmel így bántak, akkor ez nem egy természetellenes dolog, hogy a tanítványával is így fognak bánni. Jézus ezt mondja, hogy nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. Sajnos nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy gyalázzanak minket Jézusért. De olyan jó, hogy mindig oda rohanhatunk Jézushoz, és elmondhatjuk neki, hogy nem bírjuk. És Jézus elmondja, hogy az ő igéjén keresztül, hogy velem is ugyanezt történt. Velem is ugyanezt tették. Én is ugyanezt éltem át. Nem ismeretlen számomra ez a dolog. És milyen nagy megtiszteltetés, hogy Jézus azt mondja, hogy én beavatlak téged a fájdalmamba. Beavatlak téged abba a fájdalmamba, amit akkor éreztem, amikor az emberiség engem elutasított és kigúnyolt. Micsoda nagy erőt meríthetünk, amikor gyaláznak minket az emberek. És végül, de nem utolsó sorban, erőt meríthetünk a dicséretre. Mert megláthatjuk azt, hogy ha a gúnyolás és a gyalázat ilyen sebeket ejt az embereken, ilyen sebeket ejt a mi Úrunkon, Jézus Krisztuson, akkor hadd lássuk meg a másik oldalt, hogy mennyivel inkább szerethetjük és kifejezhetjük a szeretetünket, akár az ellenségeink iránt is. És mondhatjuk azt, hogy én szeretlek téged, én értékellek téged, én nem fogom Isten gyalázni azzal, hogy téged gyalázlak, hanem én Isten dicsőítem azzal, hogy téged megdicsérlek. Megdicsérlek, hogy ügyesen csináltad ezt vagy azt. Kifejezem, hogy méltó vagy a szeretetre. A szavainkkal, a tetteinkkel, a jelenlétünkkel bátoríthatjuk a másikat. És kifejezhetjük a számára, hogy az ő élete nem jelentéktelen, nem méltatlan, nem értelmetlen, hanem Isten előtt igenis értelmes élet és fontos élet. Olyan jó lenne, főleg ebben az időszakban most, különösen is erre odafigyelni, hogy ne a megjegyzéseket tegyük egymásnak, ne egymás szívébe hatoló késeket döfjünk, hanem emeljük föl egymást. Emeljük. Mert Jézus is ezt tette. Mindezzel, amit ő végigvitt és megtett, azt érte el és azt akarta elérni, hogy minket ő fölemeljen, hogy feltámasszon. Testvérek, ha mi Istennel akarunk élni, és meggyőzött minket arról, hogy igen, Isten ellenesek a gondolataink,
De Jézus értünk jött, és ő szeretetből elhordozta a mi gyalázatunkat. Akkor tegyük meg ezeket a dolgokat. Hadd legyen az életünk Isten dicsőségére, hadd tisztítson meg, hadd töltsön be az önmagával való, az önmagáról szóló ismerettel, hadd csodáljuk őt, hadd dicsőítsük őt. Isten adja meg, hogy a következő napokban ezeken tudjunk gondolkodni, imádkozni, és Istentől erőt kérni, hogy változhassunk. Amen. Jézus Krisztus, dicsőítünk téged a te isteni hatalmadért, a te isteni dicsőségedért, azért, hogy te hajlandó voltál a te isteni dicsőségedet, méltóságodat levetni és emberhez hasonlóvá lenni. Hálát adunk neked azért, hogy te vállaltad azt a küldetést, amivel a mi bűneinket, vétkeinket magadra vetted. Dicsőítünk téged, hogy nincsen más Isten rajtad kívül. Nincsen olyan Isten, aki ilyen csodát tudna tenni. Úr Jézus, és dicsőítünk téged a te hatalmas szeretetedért, ami újra és újra megújul, ami újra és újra kiviláglik. Úr Jézus, és dicsőítünk téged azért, hogy te gondoskodtál arról, hogy mi ezt ismerhessük,
dicsőítünk téged azért, hogy te élő Isten vagy, te megszólítasz bennünket, és most is megszólítottál. És hálát adunk neked azért, hogy te minket életre keltesz, feltámasztasz. És Urunk, amikor látunk téged, akkor elszégyeljük magunkat, és meglátjuk, hogy mennyire méltatlanok vagyunk hozzád, hogy mennyi mindenben fejeztük ki azt, hogy mi többek vagyunk, mint te. Mennyi mindenben próbáltuk meg bebizonyítani, hogy mi vagyunk az Istenek. Úr Jézus, kérünk téged, bocsáss meg nekünk, amikor gyaláztunk téged, talán úgy, hogy egymást gyaláztuk, vagy a szeretteinket gyaláztuk, vagy gúnyoltuk, vagy amikor meggyaláztuk a te alkotásaidat. Urunk, kérünk téged, bocsáss meg, amikor nem vettük észre azt a sok csodát és gyönyörűséget, amit nekünk ajándékoztál. Urunk, kérünk téged, hogy tisztíts meg minket a gyalázatos gondolatainktól, szavainktól, tetteinktől, a gyalázatos passzivitásunktól. Urunk, kérünk téged azért, hogy te tisztíts meg minket. És lelked által hadd kérjünk, hogy adj nekünk erőt, hogy téged dicsőítő életet élhessünk, neked engedelmes életet élhessünk, ami méltó hozzád, ami a te örömödre van. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy te légy így velünk, és te légy most azokkal, akiknek a szíve, lelke megvan terhelve. Te légy azokkal a testvéreinkkel, akik egyedül vannak otthon, akik nem tudnak találkozni másokkal. Urunk, te légy azokkal a testvéreinkkel, akik egyedül vannak talán, és a gondolataik kezdenek elszabadulni, és kezdenek olyan gondolataik lenni, amik nem rólad szólnak, ami nem hozzád visz közel. Urunk, kérünk téged azért, hogy a te igéden keresztül hasd át a magányos otthonokat, hasd át a családjainkat. Urunk, kérünk téged azért, hogy ezt az egész helyzetet te fordítsd áldássá, és mutasd meg a te hatalmadat. Urunk, szükségünk van rád. Szükségünk van rád, hogy te felemelj bennünket, és megerősíts. Így kérünk, hallgass meg a te háromszor szent nevedért. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És fogadjuk Isten áldását. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. Kedves testvérek, mielőtt elénekelnénk egy gyönyörű, szép, dicsőítő, Jézus Krisztust dicsőítő éneket, azelőtt újra hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy holnap is ugyanitt, ugyanekkor találkozhatunk, lesz lehetőségünk engedni azt, hogy Isten az ő igéjén keresztül megtisztítson és szembesítsen olyan dolgokkal, amikkel csak ő tud, és szembesüljünk azzal a szeretettel, ami egyedül föl tud bennünket emelni, és azután gondoljunk imádságban az előttünk álló ünnepekre, hogy az igazán ünnep lehessen mindannyiunk számára, hogy a fasori templom most így sok-sok apró fasori templommá hadd alakuljon az otthonainkban, hogy Isten dicsőítése hangozzon, és az Isten dicsőítésével legyen tele az összes fasori gyülekezeti
otthonunk. Így énekeljük akkor a záró énekünket, a 673. énekünk a Dunamelléki énekeskönyvből, Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név.